Na, gyere! Mi már elindítottad? Igen, már megy, rád várok. Na, több komolyságot. Nem megy. Na, srácok, sziasztok! Itt vagyok Szintivel. Sziasztok! Első videója ezért picit megvan. Szavarodva szegény. Persze, ezt mondd még el a videó, és nem baj. Elmondom már. Köszi. Szinti nem a barátnőm, hanem az ex-barátom. De áthívtam, hogy csináljunk egy ilyen, hogyan ne sminkelj ki egy lány. Kihívás. Hát mondjuk. Kihívást. És annyi a lényeg, hogy ugye a lányok, a nők, azok mindig magukat sminkelik, és ezt mindig magukra bízzák. És most megnézzük, hogyha ezt egy pasira bízzák, akkor ebből mi sül ki. Szóval szinte azt mondja, hogy semmi jó nem szül ki belőle, szerintem én nem tudok sminkelni, de ő majd megtanít. És pont az a lényeg, hogy csukott szemmel fog engem vezérelni, hogy milyen tárgyakat és az arca milyen területén használja. És megnézni a végeredményt. Tudod, mit rábízom, nem mondok közben semmit, csináld, hogy akarod. Igen? Jó. Készen állsz? Kezdjük. És elvileg ez egy alapozó. Ez ugye a jöttem azért van, hogy a arcnak a színét egyesítse. Nem kérek jó. Semmi reagálást. Jó. Én azt mondom, hogy ezt Újjal. De most így. Jó. Várjál. Hátrébb rakom a hajam. Jó. Belekerülted. Hajadba? Nem. Így. Ú, ennek... Jó. Ez sok. Jó, nem kell semmit mondani. El kellem én, ne aggulj. Olyan, mint a naptejet. Istenem, megkoroszfásált hosszú hajjal jön. Szerintem ez alakul. Na várj, ezt veszem ide, és innen átveszünk egy picit ide. Olyan vagy, mint egy indián. De jó. Ez tök cuki. Picit erős. Homlokodat nem hagyjuk ki, és úgy. Kérlek, ne menj el sminkesen. Nem fogok sminkeseken. Utolsó meló lenne, amit választanék. Amúgy egész jó vagyok. Jó! Jó! Már itt meg egy picit kevés. Így. Na, első fázis megvan. Tetszik? Nekem igen. Ha jól tudom, ez az a korrektor nevezetű dolog. De lehet rosszul tudom. Ez olyan, mint egy rúzs. Na, azt hittem, hogy nem jön ki. Ez a bőr hibák. Utána olvastam nagyjából a dolgoknak. Amikor még a barátnőm volt, akkor mondogatta ezeket, csak akkor is reménytelen voltam e téren. Ez biztos. Köszönöm, és várja ezt így. Ja, ez ilyen izére kell, pattanásra, meg ilyesmi, nem? Ja, arra. Ja, akkor ez megold. Én ezt nem tudnám minden reggel csinálni, hallod? Jó, de nekem ez 5 perc alatt megy, neked több. Na, jöjjön a következő fázis. Most jövj a kamerába. Jöhet a rúzs. Szintikének itt lila? Ez lila. Lila színű rúzsa van. Na, és akkor ez szájra való, ha jól tudom. Ennyire ne toljam ki. Nem, mert letöröd. Ja? Na várjál. Most se vagy. Most vagyok jövőre. Na. De ne, így nem látnak a nézők. Az a jó. Nem. Ez nem is olyan élénk. Na hát azért, mert úgy kellene. Ne, hogy jó, nem mondod, hogy kell kenni, ez a lényeg. Jó, már csak alulra kell. Alul nem is látszik, te. Hoppá, itt oldalra. Szerintem kurva jó leszel így. Jobban kisminkellek, mint a saját magad. Jó, nézzük ezt. Elbasztadni. Mi? Elbasztadni. Te hogy basztam el? Elvis nem tudom, mert nem értek hozzá. De most ne nyald le. Nekem tetszel. Hát te nekem nem. Gyere. Jöjjön egy Avon Color Trend. Azzal kezdtem? Jó. Nem tudom, nem szólsz bele. Megnézzük, ez jó. Micsoda. Gyere már ki. Ó, ez az az izé. Az a szempilla geci. Ne röjjünk már ki! Ez az a szempillás dolog, ha jól. Szempilla spirál. Az. Na, várjál. És akkor ez csinálja azt, hogy így ki...
kéz éri a szempilládat, értek én hozzá. Igen. Hú, ez nagyon furcsa. Lehet azért, mert fordítva csinálod. Fordítva? Nem alulról, vagy fölülről le, hanem alulról fel. Ja, mint mást. Feli. Szóval jöhet a púder, ezt már láttam ilyen kis megasztáros minket dolgokat, és a púdert mindig ezzel így kenik fel a nő személy arcára. Hogy ezt? Á, megvan. Sikerült. Na. Jó. Ezt ilyen mozdulatokkal szokták. Ó-ho-ho. A profi sminkeseknek ez jobban megy. Jó, én meg hol vagyok sminkes, videós vagyok, óriási különbség. Kíváncsi leszek a végeredményre. Tényleg is a végeredmény, az úgy lesz, hogy idehozok egy tükröt szintnek, és megnézi magát, és megláthatjuk az őszinte reakcióját. Igen. Gyerekek, ezen van egy hegyező, és ez egy szemceruza, rá van írva, király, így tudom, hogy micsoda. Hallod, ez olyan, mint egy grafit ceruza. Ó, megvan. Mint hogyha bevertek volna. Ez a kinyírt a kamerát. Arrébb állok, mert ez így nem jó. Ne csukd be azt, jó. Nem, most kiszkedek. Egész jó. És ez az utolsó termék, amit ma szintire fölkelnek, ez egy The Color Workshop Eyeshadow Blush. Blush. Nagyon jó a kiejtésed. Köszönöm. Azt minden videóban megkapom, hogy szar a kiejtésem. Ketchup. De az ketchup. Ezt, ha jól tudom, ide kell kenni. Válasszunk egy nekünk tetsző szint. Ez a zöld, ez tetszik. Ó, ez geci jó! Szerintem cuki. Ja. Más már nincs is. Szerintem pont elég ez. Elérkeztünk a kihívás végére. Most Szintike megnézi magát egy tükörbe, én meghozom a tükröt. Készen állsz? Azt hiszem. Erre nem lehet készen állni, hát az jó. Is kis minket. Jogos. Készen állsz. Isten, ezt itt hogy a faszomba kentett fel? Hát kézzel. És ez itt mi? Az a tus vonal, nem? Úristen, ez nagyon szarva. Mert? Másikon nincs is ott semmi. Hát picit erősebb lett a másik. Nagyon szar vagy. Szar vagy. Szóval átlagban egy 10-es skálán mennyire értékelnéd őszintén az én sminkelési technikámat, illetve tudásomat? Na jó, mivel fiú vagy, legyen 4. Bár... Köszi! 4! Már nem 4. biztos. Kaptam 4 pontot. 3. 4. Na srácok, örülök, hogy itt voltatok, szinte köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat egy olyan... Többet ilyet nem csinálom. Egy olyan kihívásra, amit nem sokan vállaltak volna be, meg kell hagyni, de Szinti rendes volt és bevállalta. Szóval köszönöm. Szívesen. Több önbizalom. Hogyha tetszett, akkor egy lájkkal jelezzétek felém, és még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Szinti, van csatornád? Hirdessük? Nincsen. Szintek nincs csatornája, vagyis csak titkos csatornája van, szóval azt most nem teszem be a leírásba. És a következő videóban találkozunk. Én Dazis voltam. Én pedig Szinti. Sziasztok. Csecse. Nem.